Mi pedig a Savá traktátus 63-as lapján tartunk. Tegnap nagyon izgalmas témákról volt szó. Ma sem lesz kevésbé izgalmas. A Messiásról fogunk beszélni az idő nagy részében. Hogy hogyan a Messiás a szombati ékszerek kérdéséhez? Nos, ez is mindjárt ki fog derülni. Úgyhogy lássunk is rögtön hozzá. 63-as lap A oldalán tartunk. Savá traktátus. Le jéce is lőbe szájé, fölébe kesez, fölébe trísz, fölébe ala. A férfi, eddig a nőkről beszéltünk, a női ékszerekről jönnek, a férfi játékszerek. A férfi ne menjen ki a sábeszkor az utcára karddal, nyillal és íjjal, pajzsal, harci baltával, lőbe lőmach, láncsával, Vimi Aca, Hájav Hátas, és hogyha mégiscsak kiment, és mégiscsak vitte ezeket az utcán szombaton, akkor azzal megszegte a szombat törvényét, és áldozatot kell hoznia. Rabbi Lezer, miért? Tachsiti nehéloj? Rabbi Lezer azt mondja, nem, nem kell, hogy áldozatot hozzon. Miért? Mert ezek csak férfi ékszerek, ahogy a nőknek megvannak a maguk ékszerei, a férfiaknak is megvannak a maguk ékszerei. A férfi ékszerek azok a fegyverek. Ha hamimaimrin, a bölcsek nem értenek egyet Rabbi Lezerrel, és azt mondják neki, én el a legnáj. A fegyverek nem ékszerek. Semmi büszkélkedni való nincs a fegyverekben. Sőt, a fegyverek nem, hogy nem ékszerek, hanem kifejezetten visszataszító és csúfos dolgok. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Se nem már ve kiteszuhar vöjszem le itim, ve haniszoj széhem le mazmérojsz, Lőissza golyalgai herevelő nidói milhama. Egy Ézsaiás könyvében olvassuk, amikor Ézsaiás, Jesaja próféta, a Messiás eljöveteléről jövendől, akkor azt mondja Ézsaiás második fejezetének négyes mondatában, hogy majd átváltoztatják kardjaikat az oliva szüretéhez szükséges hosszú botokká, és többet nem fogják népek népeket támadni, és nem emelnek kardot egymásra, nem lesz többé háború. Itt látunk ebből, hogy a messianisztikus utópiának fontos része, hogy nem lesz több háború. Ha nem lesz több háború, és ez egy pozitívum, olyannyira nem lesz több háború, hogy még a fegyvereket is át fogják változtatni valamilyen teljesen békés, profán célra, akkor ebből azt látjuk, hogy a fegyverek azok nem számítanak ékszernek. Kifejezetten csúfos dolog a fegyver. Fegyvergyártó cégek csődbe fognak menni, ha eljön a Messiás. Na jó, minden esetre erre még vissza fogunk térni, de már is látjuk a kapcsolatot a Messiás és a ékszerek között. Végezetül még a Misna rátér egy másik kérdésre. Biriszte hajra, a combunkra kezdem előről. Tehát a zokni, a harisnya combkötője, ez a jó kifejezés. A harisnya combkötője tehajra nem számít eszköznek, és ezért a tisztátalanság, tisztaság szempontjából tiszta. Jajcimban be sábesz, és szombaton lehet hordani, nem számít ékszernek. Kevalimtmeim, a láncok azok tisztátalanok, én jajcimban be sábesz, és szombaton nem lehet hordani őket. Hogy milyen láncokról van szó, itt ilyen bilincsláncok. Erről majd kicsit később fogunk a Gemarában beszélni, most egyelőre fogadjuk ezt így el. A Talmud először is azt kérdezi, befejezve a misnát, hogy a különböző felsorolt fegyverek közül mi az az ola? Azt mondja a Talmud, kulpa. Ez egy, segítsetek nekem, hogy hívják azt a fegyvert, aminek a vége egy ilyen nagy gömb. És a kezem hirtelen kiment a fejembe, hogy mondják magyarul, de majd biztos segítetek nekem. Várom itt a hozzászólásokban. Most ez az olo. Alo az az a fegyver, aminek a vége ilyen gömb alakú, és azzal lehet egymást ütögetni.
Oké, ha megjön a fordítás, akkor majd ezt a felvétel kedvéért. Buzogány, ez az. Köszönöm szépen, Tamás. Buzogány. Akkor mi az az ala? Az kulfa. Kulfa, az buzogány. Oké. Megyünk tovább. Rabbi Lezer, mert tachsitin hello. Ugye mit mondott Rabbi Lezer? Ugye a fegyvereket igenis lehet hordani, mert a fegyverek azok tulajdonképpen ékszerek. Tanya, amrul a Rabbi Lezer, ki máhattak tachsitin hello, hogy mit nem mábtejlenem észre a siach. Tanultuk egy brájtában ennek a vitának kapcsán, Rabbi Lezer és a bölcsek között, hogy a fegyverek azok ékszer, férfi ékszernek számíthatóak-e vagy sem. Egy brájta a következőt tanította. Azt mondták a bölcsek Rabbi Lezernek. Mondd, ha tényleg azt gondolod, hogy a fegyverek azok ékszerek, akkor miért olvassuk azt, hogy amikor eljön a messiás, akkor többé a fegyverek meg fognak szűnni, nem lesz több fegyver? Amellahem, lefinesein ancrichim. És nem már lehiszen, gajagai herrev. Mert azt mondták, hogy ez a mit a kérdés? Azért fognak megszűnni, azért fognak eltűnni a fegyverek, mert nem lesz többé szükség a fegyverekre. Ahogy mondta Ézsaiás, hogy nem fog többet nép-népre kardot emelni. Mert te hevillő nagy beálma. Mert azt mondja, Talmud, és akkor mi van? Hát azt mondtad, hogy ezek ékszerek. Akkor az emberek továbbra is használják a messiás eljövetele után a fegyvereket csupán ékszerként. Járnak majd karddal, pisztollyal, puskával, abban az időben nem volt, buzogánnyal, és ez lesz csupán ékszer, ékszerként fogják használni. Amire báje, midi de hávas rága beti hára. Azt mondja, báje, milyen ékszer az, ami olyan, mint a gyertyafény a fényes nappal. Mit akar ezzel mondani? Ugye a gyertya is egy szép dolog, de mikor tud szép lenni, amikor sötét van? Amikor világos van, akkor hiába ég a gyertya, alig vesszük észre a gyertyát, mert a gyertyának a fénye teljesen feloldódik, és semmissé lesz a tűző napfényben. Ugyanígy, manapság, amikor a fegyvereket használják is, egy sötét világban élünk, akkor az erőt, ezt mind én mondom, nem a Talmudban, de csak így feltételezem, így értelmezem a Talmudot, az erőt és a szépséget kifejezi, vagy legalábbis imponál, ha valakinek van egy kalasnyikova, vagy van egy fegyvere. De amikor eljön a messiás, akkor olyan lesz, mint a tűző napfény, és nem lesz többé szükség fegyverekre, és azért még ékszernek se fognak számítani. Oké, akkor bárhogy is legyen, itt Rabbi Lezer, és a bölcsek is azon a véleményen vannak, hogy a messiás eljövetelek után világbéke lesz, utópia, nem lesz többé szükség fegyverekre. És akkor értsük, hogy itt miről van szó. A Tanáknak, a Héber Bibliának a proféciáiból úgy tűnik, hogy a világ történelmének végén az utópia az két lépésből fog állni. Az első lépés az a Maisa Mashiach, a messiás napjai, a messiás kora, ez amiről most beszélünk, amikor egy zsidó király, vezető visszavezeti a zsidó népet Izraelbe, és egy békés állapot jön be. És egy második fázisa, ez pedig Tchiyas HaMeisim, a halottak feltámadása. Ugye a halottak feltámadása, ez egy abszolút természetfeletti, mai fejjel nem követhető és felfoghatatlan esemény, és ezért ez egy második fázis ennek az egésznek, és a Tchiyas HaMeisim, a halottak feltámadása az a végső utópia. A Rambam szerint, a Maimides szerint még ezután következik, vagy ennél magasabb szint a lelkek világa, ahol a halottak ismét, a feltámadott halottak ismét eltávoznak a világból. Most ilyen részletekben nem menjünk, mert ugye itt alapvetően van egy filozófiai kérdés, hogy mitől olyan nagyon jó az az utópia, ahol a halottak feltámadnak. Miért van szükség a testre ahhoz, hogy a halottak ahhoz, hogy valami utópiát éljünk meg, test nélkül még jobban el lehetne érni ezt a végső jót. De bárhogy is legyen, ezek szerint akkor két fázis van, van egy Moisza Mashiach,
a messiás ideje, a messiás napjai, és van a halottak feltámadása. Most a kérdés az az, hogy a messiás idejében, amikor még semmilyen természet fölötti dolog nem történik, mennyire nem természet fölötti lesz az az idő? Most itt úgy tűnik, hogy a bölcsek azon a véleményen vannak, hogy, és így van most egy Rabbi Lezer is, hogy például háborúk nem lesznek. Ez még nem egy természet fölötti csoda. Ezt még el lehet érni a természet és a világ normális működésének a jelenlegi keretei között is. A messiás egy olyan állapotot fog elhozni, egy olyan világbékét, ami után már nem lesznek háborúk. És Rabbi Lezer is egyetért ez, hogy nem lesznek háborúk. A fegyverek csupán azért nem lesznek ékszerként sem használatban. Rabbi Lezer szerint, mert ugyanezek ékszerek manapság, de csak azért ékszerek, mert van használatuk amúgy háborúk és harcok során. De a messiás idején, amikor ez teljesen ki lesz vonva a forgalomból, akkor nem lesz semmiféle használata, semmiféle haszna a fegyvereknek, és ezért még ékszerként sem lehet őket használni. De upligad a Smuel, Smuel ezzel nem ért egyet. De amár Smuel, én bénailem házalem észre, mert siáhe le sibut galiusz bilvár. Smuel szerint a messiási kor még kevésbé lesz pozitívan utopisztikus. Még kevésbé lesz eltérő a mai világtól, mert az sem biztos, hogy nem lesznek háborúk. Mi lesz a különbség a messiási korban a mai kortól? Egyedül Sibud Malchius. Mi azt jelenti, hogy a zsidók nem lesznek alávetve a külső hatalmaknak. Ugye Smuel idejében a zsidók azok diaszporában éltek, és mindig egy külső hatalomnak voltak alávetve. Ilyen értelme még azt is mondhatnánk, hogy manapság már én majd a siáh van, a messiás napjai. Miért? Mert a zsidók ilyen értelemben, legalábbis a zsidók egy része, nincs alávetve egy külső hatalomnak. Se nem már, killai jehda, evjön mi kerefahorec, ahogy írva van, hogy nem fog elmúlni a szegénység ebből a világból. Ezt mondja Mózes 4. könyvében. Magyarul, akkor sem fog elmúlni a szegénység, amikor még ez a világ a messiás eljövetele után lesz. Ugye a messiás eljövetele utáni idő is, ez szerint a mai világ hétköznapi általunk ismert világ része, és erről azt mondja a Tóra, hogy a szegénység nem fog elmúlni, tehát nem lesz egy olyan utopisztikus pozitív élet, ahol nem lesznek többé szegények, nem lesznek többé irigykedés, nem lesz többé háború, harc, ezek mind lesznek. Egyetlen dolog az, amiben más lesz ez az időszak, mint a mi időnk, mondja Smuel, az, hogy a zsidók nem lesznek alávetve külső hatalmaknak. Mert szájli rabkhia barába, adam rabkhia barába, kol nem nisztába, de mész, mert siáhával elejlöm, hába elejlöm, az a elejkim zülösszeho. A másik oldalról, Rabbi Chia azon a véleményen van, hogy ezek a dolgok, ezek a proféciák, amelyek arról szólnak, hogy nem lesz többé szegénység, és a farkas együtt lesz a báránnyal, és nem lesz többé háború, ez igenis a messiási korra, tehát az első fázisra vonatkozik, mert a második fázisról, amit Oilom Hábonnak, az eljövendő világnak, a halotti feltámadásnak nevezünk, Ailin Laira Asselle Kimzulaszecha, azt szem nem láthatja, nem tudja elképzelni rajtad kívül Isten. Magyarul, de Pchia azzal a véleménnyel ért egyet, hogy ezek a proféciák, amelyek egy azért mai szemmel elképzelhetetlen állapotot írnak le, hogy nincs többé háború, nincs többé irigykedés, hogy világbéke van, és így tovább, ezek mind-mind már az első fázisban meg fognak valósulni. Vika de Amri. Mások kicsit másképp jegyezték fel ezt a vita folyamot, amit az előbb mondtunk. Szerintük a következőképp hangzott el ez a vita folyam. Amru loj rábri ezem ki, máhátatak sitin loj, mipne má én heim tenil mészum a siach. Azt kérdezték a bölcsek Rabbi Lezertől, ha te azt mondod, hogy a fegyverek azok ékszernek számítanak, akkor mi az oka annak, hogy a messiás idejében ezek meg fognak szűnni, nem lesznek többé használva. És erre azt mondták, hogy Rabbi Lezer, amely nem, áflém össze, siáhén, ptélim. Nem igaz, hogy nem lesznek többé használva, lesznek használva.
Behind the Shmuel, és ő Shmuel elért egyet, pliga, de Rabbi Chiya bar Abba, és Rabbi Chiya bar Abba nem ért egyet. Mert ugye mit mondott Shmuel? Shmuel azt mondta, hogy a messiás eljövetele, a magyarul a messiás első fázisában, a messiás eljövetelének első fázisában a fegyverek azok nem fognak megszűnni, és a világ nem lesz másmilyen, a világ ugyanolyan lesz, mint most. Egyedül annyi különbség van a normál állapot, vagy Shmuel idejében megszokott állapot és a messiás állapot között, hogy a zsidók nem lesznek külső hatalmaknak alávetve. Amelyabájem ledavdimi va amrila rav avjo. A bája azt mondta Rav Diminek, és ő azt mondta Rav Avjonak, va amrila Rav Jöjszef Rav Dimi, mások szerint Rav Jöjszef mondta Rav Diminek, va amrila Rav Avja, és ő mondta Rav Avjának, va amrila a bája Rav Jöjszef, és azt mondta a bája Rav Jöjszefnek, máj tájmad Rabbi Lezer, de amártak sitin hinlaj. Mi az oka annak, hogy Rabbi Lezer azon a véleményem van, hogy ezek ékszerek, mégis ékszereknek számítanak a fegyverek, Dixiv, Hagöjhar Becha, Aljarech, Gibai Hajtkovádarecha. A Zsoltárokban, a 45-ös Zsoltáros mondata úgy hangzik, köst fel kardodat csípődre, ó vitéz, díszedet és ékességedet. Mit akar ez mutatni? Hogy ezek szerint a kard, az egy ékesség, az egy szép dolog, akkor ez mégiscsak egy ékszer. És ezért mondja Rabbi Lezer, hogy a fegyver, ameddig van háború, ameddig van használata a fegyvernek, addig a fegyver az ékszer. Amelé Rav Kána levmére, de Rav Huna, hájbedivre, tajrek szív. Azt mondja, ezt nem kell szó szerint érteni. A kard, ami a vitéznek a kardja, az nem szó szerint értendő, hogy kard, hanem az a tudás, a misna, a tóra, a halaká tudása, és egy jó vitéz rabbi, egy vitéz tudós, az felvértezi magát tudással, hogy amikor harcba, szellemi harcba kell mennie, akkor rögtön nála legyen a fegyvere, és tudjon vitatkozni, tudjon érvelni, ne maradjon fegyver nélkül. Azt mondta erre a Talmud, oké, okay, ez mind nagyon szép, nagyon jó, de van egy olyan alapelv, hogy én mikre jöjtszem idébb sutaj, hogy egy bibliai idézet, az lehet, hogy átvitt értelemben is értendő, de soha nem hagyja el a szó szerinti jelentését. Magyarul, amikor egy mondatot átvitt értelemben értelmezünk, ehhez van jogunk, de ez, ahhoz nincs jogunk, hogy ezzel azt is mondjuk egyben, hogy az egyszerű szó szerinti jelentése nem létezik. Tehát, te mondhatod azt, hogy a vitéz az itt nem vitéz, hanem egy nagy tudós rabbi. És hogy a kard az nem kard, hanem az érvek, amivel felvértezi magát. Ez minden szép. De ez nem azt jelenti, hogy akkor a mondatnak az egyszerű jelentése az nem létezik. Amar Rav Kahana, bár ha vinnam bár támnész rissnanni, vár ha végemrinnenek hullet, talmuda, vagy ha vagy a dánna, de mikre egyszerű zsutájátást, azt mondta Rav Kahana, 18 éves voltam, amikor befejeztem az egész talmudot, a teljes misnát, és egészen mostanáig soha nem tudtam, hogy van egy ilyen alapelv, hogy a mondat, egy idézet a Tórából, az nem hagyhatja el, nem vonatkoztatható el teljesen az egyszerű jelentésétől. És most tudtam ezt meg, köszönöm szépen, fantasztikus. A kommentárok azt mondják, hogy nem arról volt szó, hogy Rav Kahana nem tudta, hogy van egy ilyen alapelv, mert azt tudta, hogy amikor halachikus kérdésekről van szó, mondjuk, hogyha például azt mondja a Talmud, hogy nem tudom én, nem szabad, azt mondja a Tóra, hogy nem szabad a húsost és a tejest keverni, akkor lehet valamilyen elmond magyarázatot is adni annak, hogy mit szimbolizál a hús, mit szimbolizál a tej, stb. Stb. De az biztos, hogy az egyszerű jelentését is meg kell tartani. Ez világos volt Rav Kahana számára, mert ez egy annyira egyértelmű alapelv, hogy ez nem lehet kérdés. Ő arról beszélt, hogy amikor aggádikus részekről van szó, tehát a Tórának azokról a részeiről, ami egyértelműen valamilyen, nem a halakával, nem a gyakorlati élettel kapcsolatos, hanem valamilyen elvontabb, spirituális kérdéssel foglalkozik, akkor is igaz az a tézis, hogy az egyszerű jelentéstől nem lehet elvonatkoztatni. Most miért mondta ezt Rav Kahana?
Mi volt ennek a jelentősége, hogy ezt a tény megállapítást ezt elárulta nekünk, hogy ő 18 éves volt, amikor a teljes Talmudot megtanulta, és mégis soha nem jutott el ehhez a felismeréshez, hogy a mondat nem hagyja el egyszerű jelentését. Mit akar ezzel mondani nekünk? Michael Marshman, de lig már in is vahadar lisből. Azt akar ezzel mondani, hogy nézd csak meg. Az ember először tanuljon, és utána próbáljon az összes részletét megérteni a hátterének annak, amit tanul. Ugye azt akar ezzel mondani, hogy az emberek gyakran úgy állnak hozzá, hogy elkezdenek valamit tanulni, és amikor valamit nem értenek, vagy nem ismernek, vagy nem értenek a hátteréből annak, amit tanulnak, akkor hagyjuk az egész, ez egy hülyeség, nem érdekel. Azt akar itt mondani, Afkán, először tanulj, olvas, vedd végig, és majd később rá fogsz jönni bizonyos mélységekre, de ahhoz, hogy rájöjjél bizonyos mélységekre, először a teljes horizontot meg kell ismerned. Horizontálisan is kell tanulni, és utána lehet vertikálisan elmélyedni benne. Ő is az egész Talmudot megismerte, és csak utána jött rá bizonyos mélyebb jelentésekre. Ez különben nagyon érdekes, csak azon gondolkoztam ma reggel, hogy a mai oktatás pedagógiai viták, amik arról szólnak, hogy a mai gyerekeket mennyire kell untatni mindenféle kötelező olvasmányokkal, és a lexikális tudással. Nem ez a lényeg, a kreativitás a lényeg, és az a lényeg, hogy az önálló gondolkodást elnyerjék. Ez egyértelműen így van, az önálló gondolkodásnál nincs fontosabb, csak egy probléma. Ha nincsen horizont, akkor nincs miben a vertikumot létrehozni. Szerintem, hogy ahhoz, hogy egy vertikális tudás legyen, ahhoz, hogy elmélyülni tudjanak, ahhoz, hogy az önálló gondolkodás létrejön, ahhoz kell, hogy legyen egy olyan lexikális tudás, amiben már lehet mélységet csinálni. Ugye, mint egy gödör. Egy gödör, aminek nincs szélessége, az nem lehet nagyon mélyre lefúrni. És ezt mondja itt Rav Kahana, hogy ha az ember először megtanul egy nagyobb anyag lexikális tudást, utána fog tudni a vertikumban elmérni. És ez igaz valószínűleg a mai pedagógiára is, hogy nagyon nehéz úgy a gyerekeknek önálló tudást és önálló gondolkodást tanítani, hogyha teljesen megvonjuk tőlük a lexikális tudást. Amarev lazar snéta, amidek a hami meg hadedin zebe zebe alloch, akadosh baruch hu matzliach lahem. Ha már a tanulásról és a tanulás módszertanáról van szó, akkor erről fogunk beszélni most a nagyobb részében a hátralévő órának. Arról fog beszélni a Talmud, ha már önálló gondolkodásról beszéltünk, hogy pillanat. Hogy miért van az, hogy fontos a párban tanulás. Ugye tudjuk azt, hogy az egyik legfontosabb zsidó tanulási, oktatási módszertan a Havruta intézménye. Ugye a Havruta intézménye arról szól, hogy ketten, vagy akár többen, de minimum ketten egy szöveget olvasnak, és együtt tanulnak. Miért olyan fontos ez az együtt tanulás? Ugye szemben azzal, amikor egy passzív tanulás van, hogy valaki előad, és a többiek csak figyelnek, és hallgatnak, és vagy értik, vagy nem értik. Van egy ilyen interakció a párban tanulásnál. És erről lesz szó. Amarem írjam, amire a hamim hadedim zele zebe aloha. Ha két bölcs, két tudós egymás tudását élesíti a halakában, akkor a kadosh baruch hu matzliach lahem, akkor a Jóisten sikert hoz nekik. Ahogy írva van, hát darchot szlách, áltichleva, darchaleva, hát a decho. Ahogy írva van abban a mondatban, a 45-ös Zsoltárból, amit az előbb idéztünk, az 5-ös mondatban, és ékességedben szökkenj föl, hát darchot szlách, akkor ezzel az ékességgel, a kardoddal, amit a csípődre kötöttél, ami ugye szimbolizálja a tudást, és a harccal, az, amivel kiélesíted a tudásodat, az ezzel felszökkensz, ezzel sikeres leszel. Ne azt mondd, hogy ékességed, nem úgy olvasd a mondatot, hogy ékességed, hanem egy kicsit változd meg az írásmódját, és azt fog kijönni, az élességed felszökkent. Ami azt jelenti, hogyha kiélesíted a tudásodat, azzal, hogy mással vitatkozol,
és így haladsz előre, akkor az vezet majd sikerhez. Sőt, azok, akik így járnak el, azok nagy emberek lesznek, nagy tudású, híres emberek lesznek, ahogy írva van a folytatásában, nyargalj az igazság ügyéért. Jachal a filus, lojn is matal, mert lojn már áldvár emesz. Arra azt mondja a Talmud, akkor ez még akkor is így van, hogyha nem önzetlenül tanulnak? És azt mondja, nem, akkor nem. Mert ez csak akkor van így, hogyha az igazság ügyéért nyargalsz, ahogy most a mondatnak a folytatását olvasom. Jachal a filus, jachal mi giszai dájtoj. Lehetséges, hogy ez akkor is igaz, hogyha ha nagyképű? Erre azt mondja, Talmud nem. Talmud lajj már, ám volt szedek. És a megalázott jogért, amit azt akarja mondani, hogy kell, hogy legyen alázat. Vím őszinkén, zöjjjönet, törös, nitebél, mín, és hogyha mindezt így járnak el, és így szerzik meg a tudást, akkor a mondat vége fog teljesülni, az ötös mondat vége, és tanítson téged félmes tettekre a te jobbod, a jobb kéz. A Tóra jobb kézzel adatott, ahogy mindjárt ki fog derülni. De Nachmanja Yitzchak Amár azt mondta erre, de Nachmanja Yitzchak, Zöjjhined varim, és nem rubin minős a Tóra, kiérdemlik azt a tudást, ami a Tóra jobbjával adatott, de Amár Sila, Amarlé, Rav Yaisra, Rav Háma, Amár Seyses, miért van az írva, Öjrech Jomimbi Minövesz Majra Öjseve Havad, hogy a hosszú napok a jobbjában, a baljában pedig gazdagság és tisztelet, ugye a Tórának a jobbján hosszú napok, hosszú élet, a balján pedig gazdagság és tisztelet. Ez az a mondat, amit felszoktunk, vagy amit hangosan szoktunk mondani, amikor a Tórát felemelik a Tóraolvasás után és körbemutatják. Ez a példabeszédeknek a harmadik fejezetének 16-os mondata. Oirech Jomim Binivis Mojla, a Tórának a jobbján hosszú élet van, a balján pedig tisztelet és gazdagság. Ebben mina öjrech jamim, ika, öjsev kaved léka? A jobbjában nincsen gazdagság és tisztelet, csak hosszú élet? Hogy kell érteni ezt a mondatot? Előlemme ma ájminba, öjrech jamim, ika, ve kalsaként, öjsev kaved. Mit jelent a jobb? A jobb szó jamin, de egy kis szójátékkal ma ájminin. Az azt jelenti, hogy elmélyednek. Azok, akik elmélyednek a Tórában, azok hosszú életűek lesznek, és pláne, hogy a tisztelet is fogja őket érni, és gazdagok is lesznek. Ha viszont lemaszmilim, azok, akik viszont balosok, és itt a balos azt ugyancsak egy kis szójátékkal úgy is lehet értelmezni, hogy lusták, és nem tanulnak úgy, hogy megerőltetik magukat, és elmélyednek, azoknak lehet, hogy a gazdagság és a tisztelet a osztályrészük lesz, de hosszú életük nem lesz. Itt különben a Tóra különböző, vagy a Talmud kommentár különböző magyarázatokat mondanak, hogy mit jelent azok, akik jobboson tanulnak, és mindazok, akik baloson tanulnak. Ugye itt úgy értett, az első értelmezés az volt, hogy elmélyednek, vagy csak lustálkodva, lazán tanulnak, de vannak más magyarázatok is. Például az, hogy az első a jobbon tanulni, az azt jelenti, hogy önzetlenül tanulni, és nem pedig valamilyen önös cél érdekében. A balosok pedig azok, akik valamilyen önös cél érdekében tanulnak. Szóval mindenképpen ezt jelenti a jobb és a bal. Inkább a jobb kéz és a bal kéz is ugye egy pozitívat és egy gyengébet fejez ki. Amarev Jirmia, most akkor eddig arról volt szó, hogy a párban tanulásnak milyen jelentősége, hogy élesíti a tudást. Amikor egymással vitatkozva tanulunk, akkor a tudásunkat élesítjük. Most jön egy másik előnye a párban tanulásnak. Amarev Jirmia, amarev Simem és Lakis Nétal, mindek a hamimon nélkén zeleze be a lakam, akkor is barhu máksiv lahem. Az a két bölcs, aki halachikus kérdésekben hajlandó, jókedvűen egymástól tanulni, azokra az örökkévaló odafigyel. És nem már az nyilvánvaló írás sem, hogy írva van Malachi könyvében, akkor majd beszélnek egymással az örökkévaló félői, férfi az egyik a másikhoz, és az örökkévaló pedig figyel és meghallgatja őket. Mit jelent az, hogy beszélnek egymáshoz?
A beszélnek az egymás azt jelenti, hogy kölcsönös tisztelettel beszélnek egymáshoz. Májle hajsvésmoj, mit jelent az, amit ugyanez a mondat mond, hogy a nevének gondolói, hogy azok, akik a nevét, akik az örökké a nevének gondolnak, és egymással tisztelettel beszélnek, amarabi ama, filu hisev lászasz mitzvah neszál, ne nászlaj, hogy lőjasszam állalva, kasszuk illassza, ez arra vonatkozik, akik a nevére gondolnak, hogy az az ember, akinek célja és elképzelése, hogy valamilyen jó tettet vigyen véghez, de végül önakaratán kívül nem képes keresztül vinni azt, amit elképzelt és kigondolt, azt az örökkévaló úgy tekinti, mintha teljesítette volna, és figyelembe veszi az akaratát. Általában nem érdekel minket, hogy mi a, hogy van-e motiváció, mert a motiváció önmagában nem elég. Az érdekel, hogy a motiváció az cselekedethez vezetette. De ha elmarad a cselekedet, annak ellenére, hogy van motiváció, és azért marad el a cselekedet, mert valamilyen rajtad kívüleső oknál fogva nem tudtad keresztül vinni az akaratodat, akkor az örökkévaló a motivációt is úgy veszi, mint hogyha véghez is vitted volna a cselekedetet. Amar Rav Chinanna, bár iddi kola isze mitzvake már maraim, vászna isze pszöjesz rajsz, ezzel szemben azt mondja Rav Chinanna, hogyha valaki egy jó cselekedetet, egy mitzvát teljesít, úgy, ahogy annak teljesülnie kell, nem csak félig teljesíti, hanem teljesen, az kiérdemli, hogy soha nem fog rossz híreket hallani, se nem már, hogy írva van a heletben, semmi mitzvát lejjed áldavarra, aki megtartja a mitzvát, az soha nem fog rosszat hallani. Amara vászivé, szimarab chaninál filakatos borkha gőzők, zeyra, húme vátla olyannyira, hogy még akkor is, hogyha a Jóisten saját maga rendelkezett fölötte valamilyen negatív rendelkezéssel, az örökkévaló vissza fogja vonni a rendelkezését. Ahogy írva van, ugyancsak a Koheletben, bár serdvár meleg siltain, miért már lőj már tász, smichlé, sejmi mitzvele jedadavarra, hogy az örökkévaló azt mondja, hogy a királynak a szavát ki tudja megváltoztatni, ki tudja neki megmondani, hogy mit tegyen, és a következő mondatban az van írva, hogy az, aki a mitzvát teljesíti, az nem fog rosszról tudni hallani. Magyarul, ha valaki mégis teljesít egy, ha valaki teljesít egy mitzvát, akkor mégiscsak a király visszavonja a rendeletét. Oké, bárhogy is lenne, akkor itt a második tézis az az, hogy a párban tanulás az egy kölcsönös tiszteletet is eredményez. Ugye, ha én magam tanulok, akkor meg vagyok győződve róla, hogy én vagyok a világ legokosabb embere, mert soha nem szembesültem azzal, hogy annak rajtam kívül is okos emberek. Ez például egy kiváló módszertan a Facebook közvetítések, mert itt senki nem tud visszakérdezni, nem tud feleselni, nem tud okoskodni, és én meg vagyok győződve róla, hogy a világ legokosabb embere vagyok. Igen ám, csak ennek van egy nagyon fontos hátulütője, az az, hogy engem ez túl sok alázatra nem fog megtanítani. Ha viszont párban tanulok, akkor nem csak élesíti a tudásomat a párban tanulás, hanem egy kis, egész pici tiszteletadásra és alázatra is megtanít. És ez a második fontos eleme, a második fontos tanulsága a párban tanulásnak. Amarabi Abba, Amarabi Simon ben Lakis, Nétalmidech a Hamim, Amak Sivim Zele Zebe Alaham. Az jön egy harmadik tézis, hogy két bölcs, akik egymással tanulnak, azok odafigyelnek egymásra, akkor is borkom meg semmi állakainak, az örökével is oda fog rájuk figyelni, hogy írva van az énekek énekében, hogy sevezbe gánim ha véri, meg simulni köyle hasmiéni, az, aki a kertekben ül, a kertekben ülő barátok figyelnek, és a te hangodnak azt mondják, hallgass meg bennünket. A kertekben ülő barátok, azok a bölcsek, akik egymásra figyelnek, akkor ők, amikor azt kérik az örökkévalót, hogy ő is figyelje, és hallgassa meg az ő hangukat, akkor az örökkéval meghallgatja őket. Amarebbe, ába, amarebbe, simem és lakis, néta, hamid, már daglin, oké. Akkor itt mi ez a harmadik tézis? Azt, hogy amikor párban tanulunk, akkor megtanulunk hallgatni. Ugye? Egy probléma az az, amikor, és egy kicsit ez nyilván kapcsolódik az előzőhöz, amikor valaki nagyon okos, nagyon sokat tud, és olyan sokat tud, hogy nem tanult meg hallgatni. Ugye, mi a legfontosabb mondata a Tórának?
Shma Israel, halljad Izrael, az örökkévaló Istenünk az örökkévaló egy. A legfontosabb dolog, hogy tanulj meg hallgatni, odafigyelni. Ha valaki párban tanul, akkor a párban tanulás önmagában készteti arra, hogy megismerje azt a fogalmat, hogy odafigyelni, hogy meghallgatni a másikat. És hogyha képes vagyok mást meghallgatni, akkor elvárhatom, hogy mások is meghallgassanak engem, olyannyira, hogy maga az örökkévaló fog meghallgatni. Amarabi ába aram simam és laki és nét, amit ha hajmam, hogy dáglim zelezebe a lakakodos barakod, oly hávas nem már diglolájbe háva, amara rabbe ve húde jade cúr asszod, és májsza ve húde lészlé rabbad be masszolim igmár miné. És van egy negyedik tézis, azok a bölcsek, akik egymást, azok a bölcs tanítványok, akik rabbi, mester hiányában egymással összejönnek, hogy rájöjjenek, hogy mi a helyes út, és zászlót emelnek egymáshoz. Ami azt jelenti, hogy amikor kirakok egy zászlót, akkor az emberek köré jönnek. Szóval a közösségben tanulnak, azokat az örökkévaló szereti, de mindez csak akkor, hogyha nincsen olyan náluk nagyobb mester a városban, a közösségben, akinek a tanítását tudnák követni. Oké, okay. Ezzel befejeztük a tanulás módszertanának kérdését. És további aggádikus tanítások következnek. Amarábi ábarába simem és lakis, gadolam málve jöjszem innen öjszöcdakom. Hogyan kell adakozni? Hogyan kell jótékonykodni? Azt mondtam Ába Simon ben Lakis nevében. Nagyobb dolog kölcsön adni, mint adományt adni. Miért? Mert az adományt, amikor elfogadja a szegény ember, azzal kicsit megalázzuk. Hogyha kölcsön adunk, akkor az emberi tartását könnyebben meg tudja tartani, mert itt akkor van egy olyan feltételezés, hogy azt vissza fogja adni, tehát ő mégiscsak ér valamit saját jogon. Mátilba kisz, jajszre meg hulan. És még nagyobb dolog nem egyszerűen kölcsön adni, hanem hitelezni, valamilyen projektet hitelezni, valami olyasmire kölcsön adni, amivel ő utána maga saját jogon pénzt tud keresni. Az egyszerű kölcsönadás az csak annyi, hogy kölcsön adni neki, hogy vegyen tejet, kenyeret, nem tudom mit. De ha úgy adok kölcsön, hogy ezzel kisegítem, hogy utána ebből ő saját jogon meg tudjon élni, annál nagyobb jótékonykodás nem létezik. Van már abjában, van már abjában. Ugye itt az a dolognak a lényege, hogy úgy próbálni segíteni, hogy minél kevésbé megalázni azt, akin segítünk. Ugye ez egy fontos és nehéz pszichológiai probléma. Általában akin segítünk, azután nem szokott velünk nagyon kedves lenni. Mi ennek az oka? Az, hogy hiába segítünk és jó szándékkal segítünk, óhatatlanul is, ez egyfajta megalázással jár, hiszen az ő kiszolgáltatottsága egyértelművé válik velünk kapcsolatban. És azért meg kell próbálni úgy segíteni, hogy ez a megalázó része a dolognak az minél kevésbé legyen. Amarábi ábban a simen és lakisim talmit hacham nőkeme nőtörken nahasú hag reju almasznecha. Azt mondta simen lakis, milyen fontos, hogy az ember kikkel veszi magát körül. Ha egy bölcs bosszúálló, és olyan, mint egy kígyó, akkor is közd a derekadra. Mit akar ezzel mondani? Hogy legyél a társaságában. Miért? Mert a tudásából mégiscsak meg tudsz valamit tanulni. Még akkor is egy nagyon kellemetlen ember. Imám horecu chassid al tandurbeskonoszja. Viszont egy tudatlan fiaskóról van szó. Még akkor is, hogyha jó szándékú és jó indulatú, akkor se keresd a társaságát. Miért? Mert tőle nem fogsz tudni tanulni, és intellektuálisan le fog húzni. Amrávka hána, amrav simem és lakis, amrav amrabáci, amrav simem és lakis, amrav amrabába simem és lakis, kalamig ábdal kellem rabbi beisze, amíg nyelv, hesszem, mit tanik beisze. Még egy tanítás. Aki egy vadkutyát nevel a házában, az aki vadkutyát nevel a házában, majd nyelv, hesszed, mit tanik beisze. Az ezzel azt éri el, hogy a jóság és a jámborság távozzon a házából. Ugye itt az előbb arról beszéltünk, hogy az ember kinek a társaságát keresse. A tudós társaságát, vagy az intellektuálisan sivár ember társaságát. Ugye a társaság nagyon meghatározó, mert hat ránk, hogy kivel vesszük magunkat körül.
És itt arról van szó, hogy nem csak az emberek hatnak ránk, hanem az állatok is. Hogyha valaki egy vad, agresszív kutyát nevel a házában, akkor annak a kisugárzása az ránk is rossz hatással lesz, és mi is bevadulunk, és nem lesz jóság és jámborság a házunkban. Se ne már le más, mert rejuk eszed, ahogy írva van Jób könyvében, a 6-os fejezetében, la más, visszatartja testvérétől, a fele barátjától a jóságot. Most az a szó, hogy la más, az visszatartás jelent, ha egyszerűen vesszük a mondat jelentését. De ez a mondat érthető úgy is, hogy la más. Görögül, sekémbe lassanya, van is könyvileg kelev la más. Görögül a kutyát la másnak nevezik. Nem tudom, van-e a társaságban, aki tud ógörögül. Talán azt jelenti, la más, az kutya. És akkor úgy kell érteni Jób könyvének a tanítását, hogy aki kutyát tart a házában, az visszatartja magától a jóságot. Ha már kutyák, akkor erről lesz szó a következő részben. Milyen rosszat tud tenni egy kutya? Ismerjük azt, amikor megijedünk egy kutyától, a gyerek megijed a kutyától, és azt mondja a kutyak, hogy nem kell félni, nem harapós. Na, egy ilyen történet fog most jönni a Talmudban. Ha így itt össze, de állj le le a hú, vészelem, mipa. Egyszer a péknek a házához ment egy terhes asszony. Navakba kálba, kijött a kutya és elkezdett ugatni rá. Elkezdett rá ugatni. A iszkárve lada. És erre elvetélt az asszony ilyettében. Amellé marinde vésza, erre kijött a házigazda, és azt mondta, lőjtitkeled is kile nivő is kile turfej. Ó, nem kell félni ettől a kutyától, ez nem egy harapós kutya. A fogai már kiestek. És a körmei pedig nem élesek. Amrila, skuletu vuszeich ve sárjach zire. Azt mondta neki, fogd a kedvességedet, és dobd rá a bozótra. Mit akart ezzel mondani? Kvár nadvelad, már elvetéltem. Most mit segít nekem, hogy most mondod, hogy nem harapós a kutya? Köszönöm szépen. Amara vuna majdich siv smach bochur bejald techo, ve tifcho, ve libem bibecho, ve churasecho, ve hallach bedarche libcho, már én necho, ve dalkiak a lélje, ve jecho, leim bemispot. Ha már itt a Kohelet, a Jób, a Mislé mondatait értelmezzük, akkor jön egy következő nagyon érdekes mondat. Kohelet 11-es fejezet, 9-es mondat. Úgy hangzik. Örülj fiatal ember fiatalságodnak, és terjél jót szíved minden vágyával, amikor ifjú vagy, és menjél csak szíved után, és azután, amelyet szemed lát. És tudd meg, hogy mindezért, amit teszel, az örökkévaló ítélkezni fog fölötted. És az a kérdés, hogy akkor most mit csinál? Az a mondat első fele úgy hangzik, hogy ami, hallgass a szívedre, ugye? Ami csak kijön, ami csak kifér. Vége, hogy mondják, égesd a gyertyát a két végén. Élvezkedj! Igen, ám csak aztán a mondat végén azt mondja, hogy Isten előtt fogsz számot adni cselekedeteidért. Akkor most melyik a követendő? Hogy kezd érteni ezt a mondatot? Azt mondja, hogy a Talmud átkám divre négyszer harra. A mondat első fele az a utasítás, az a hang, az a belső hang, ami a rossz ösztönöttől jön. Ő azt mondja, hogy kövess csak a szívedet, csináld azt, ami jól esik, élvezkedjél, használd ki a fiatal éveket, fiatalság, bolondság, stb. Stb. De a mondat második fele, mi kám de élek divre négyszer több, a mondat másik fele az a másik belső hang, ami bennünk van. A jó ösztönünk, az isteni lélek hangja, ami azt mondja, állj meg a menet, azért nem árt, ha tudod, hogy a cselekedeteidért számot kell adnod. És Lakiskán, átkálni divretajmi, kámvelek a másik tajvim, és Lakis egy másik magyarázatot mondott, és azt mondta, hogy ez egyáltalán nem szó szerint értendő, és nem arról van szó, hallgass a szívedre és élvezkedjél a fizikai élvezetekben. A mondat első fele a Tóra tanulásról szól, azt mondja, ott, ami csak kifér, annyit tanulsz, amennyi jól esik. A mondat másik fele pedig a micvákról szól, az meg arra szól, hogy ott van egy elvárás, és azt az elvárást kell teljesíteni. Oké, ezzel befejeztük ezeket a tanításoknak a
értelmezését, és most visszatérünk a Misnához. A Misnában volt két nem teljesen tisztázott ilyen ruha kiegészítő, a biris és a kavla, kvalin. A biris azról azt mondtuk, hogy az tiszta, tehát nem tud tisztátalanná válni, és szombaton ki lehet vele menni az utcára. A kvalim az tisztátalan, és szombaton nem lehet kivenni vele az utcára. Biris tiszta, és ki lehet vele menni, kvalim az tisztátalan, és nem lehet kimenni vele. Mind a kettő az valamilyen ilyen combzokni kötő, de hogy ez pontosan mi, azt mindjárt ki fogjuk deríteni. Amár Rav Jehuda birizzo et szada. Rav Jehuda azt mondja, a birisz az nem egy combkötő, hanem az egy biceps karperec. Egy ilyen ékszer, amit ide tesznek. Nem tudom, ennek van-e valamilyen speciális neve magyarul. Ha van, akkor itt kérem, hogy segítsetek. És írjátok be a Facebookra. De mindenképpen azt mondja, a birisz az egy ilyen biceps dísz, amit hordanak. Masszív, de ugye észre birisz te hajrő, egyszerűen sávasz, illetve de a tamét, mert jó, azt mondja, hogy ez nem lehet, mert az egy olyan ékszer, ami egyértelműen tisztátalanná válna, mert ez egy ékszer, az egy eszköz. Akkor nem lehet, hogy ezt jelenti a birisz. Hachika már birisz táhaszet szadai mödesz. Azt mondja, Talmud nem így értette Rav Jehuda, nem azt akartam mondani, hogy a birisz az egy biceps perec, egy biceps kötő, hanem azt, hogy a combon ott kötik meg a biriszt, ami valójában a comb zokni kötője, mint ahol megkötik a karon ezt a biceps díszt. Yosef Ravim Rafunak Mede Rav Yirmiyev Yosef Rav Yirmiyev Kam Namnem Yosef Ravim Kam Mar Biris Be Achas Kvalim Be Stein. Ja, akkor tisztáztuk, mi ez a biris. A biris az egy comb zokni kötő, harisnya kötő. De mi ez a kvalim? Egyszer ült Ravim, Rafuna és Rav Yirmiya. Rav Yirmiya a mester kicsit szundikált, és Ravim megszólalt, és azt mondta, a biris azaz egylábú combkötő, a kvalin az a kétlábú combkötő. Mi az, hogy egylábú meg kétlábú? Amra funda einu vestáim, ma tininsál selezbejem, ve nászu kvalim. Azt mondta, Rafuna, ne. Mind a kettő az nyilvánvalóan egy pár. Tehát mind a kettő egy olyan comb harisnya kötő, amelyikből kettő van, mert mind a két lábunkra tesszük. Mi a különbség? Hogy a biris az egy két darabból álló comb harisnyakötő, a kvalim az egy olyan két darabból álló comb harisnyakötő, ami között van egy kis lánc. Kezd egyre izgalmasabb lenni a dolog. Tehát, hogy a combunk össze van kötve egy bilincszerű lánccal ennél a comb harisnyakötőnél. Mert szó lesz később, hogy ennek mi értelme van. De előtte azt kérdezi a Talmud, de sál sellesse, vagy másféle nem mondja? Azt kérdezi a Talmud is, ezért, mert van közte egy lánc, ettől válik másmilyen státuszúvá, és válik olyanná, hogy tisztátalanná tud válni. Mi a különbség? Azt mondjuk, hogy a biris az egyszerű comb harisnyakötő nem válik tisztátalanná, és ki lehet vele menni szombaton. Ha van rajta lánc, akkor viszont tisztátalanná válik, és nem lehet kimenni vele szombaton. Egyszerűen a lánc az ilyen módon megváltoztatja a te státuszát. Hétém, akár nem is múlvának menni, de amire is múlvának menni, Körülött limátakasú, tamis, nem áll, kadavás jelben be is, a videóban is más van, bislém a hazom, kalorek, kalorek, kavid, májszik, kavid. Azt mondja a Talmud, ha azt mondanád, hogy az a különbség, és azért van ez a státuszbeli változás, mert minden olyan dolog, ami hangszer, az önmagában attól, hogy hangszer eszközzé válik, de ez csak akkor van, és itt a lánc, az egy hangot ad ki, és akkor ez olyan, mintha hangszer lenne, szóval ez nincs így. Csak akkor van, tényleg hangszernek készült az adatok, de ez nem hangszernek készült, hanem valami más célja van ennek a láncnak, amit mindjárt meg fogunk tudni, hogy milyen célja van. Hachin nami kavin maiszi damarab chanina vajemich vissza mispacha áhászai szmrisa lámsebb szél szén gászos vajem szülei szem nöjsös. Asszul enke vali mi tilusás szerzben éjjem se nöjjem szél szem gászos szülei szem nöjsös. Azt mondja Talmud, igen, itt ez nem a hangszer, de van egy másik oka annak, hogy ez miért számít eszköznek.
mi az a célja, mi a célja egy ilyen láncnak. Nagyon érdekes. Azt mondta Rabbi Yochanan, volt egy család Jeruzsálemben, ahol a lányoknak az volt a szokása, hogy nagy léptekkel lépkedtek. És ez volt egy apró probléma, hogy a nagy léptekkel lépkedve gyakran minden akaratukon kívül elvesztették a szüzességüket. Ugye olyan nagyot léptek, szinte lementek spárgában lépkedtek, hogy a szüzességük elszakadt. Ugye ez is kellemetlen félreértésekhez vezetett később, amikor összeházasodtak. Hogy oldották meg ezt ebben a családban, ahol ez a rossz szokás nem volt kinevelhető normális eszközökkel a lányok fejéből, hogy egy láncot tettek a combjaik közé, a harisnya kötőjükre, és így nem tudtak túl nagy lépésekkel lépkedni, és ezzel feloldódott ez a probléma. És ez a kvalim, ez az a lánc, amiről itt szó van. Itt állja be, Rabbi Yirmiya, van, Rabbi Yishávi, Hénam, Rabbi Yechanan. Erre Rabbi Yirmiya, amikor ezt meghallotta, és az előbb azt mondtuk, hogy éppen szundikált, egyszer csak kinyitotta a szemét, és azt mondta, skajach, ez egy szép tanítás volt, köszönöm szépen. És ugyanígy azt mondta Rabbi Yechanan, köszönjük szépen, most már értjük, mi az a kvalim. Okay, ezzel a combkötő lánc problematikáját is megbeszéltük. Most az utolsó részben, még hátralévő 5 percben, a Talmud arról fog beszélni, amiről már többször volt szó, hogy mi az a méret, amitől fogva valami eszköznek számít. Ugye itt most elsősorban a tisztaság, tisztátalanság törvényei kapcsán fontos ez, mert azt mondjuk, hogy csak az a dolog tud rituálisan tisztátalanná válni, ami eszköz. Milyen méret az, amitől valami eszköz? Attól függ, miről van szó. Például egy szőt, vagy fonott anyagdarab, erről azt mondta Rabbi Yochanan, hogy ez bármilyen méretű már tisztátanná tud válni. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Azt mondja, a Talmud mi cic? A cicből. Mi ez a cic? A főpapnak, a szentében, a Kohen Gadolnak 8 részből álló ruhája volt. Volt egy nadrágja, egy köpenye, egy melldísze, egy turbánja, és az egyik ilyen fejdíszt azt úgy hívták, hogy cic. A cic az a homlokára kötött arany fejdísz volt. És erre a homlokra kötött arany fejdíszben, ahogy Mózes második könyvének 28-as fejezetében el lehet olvasni ennek az elkészítési módját, az van, hogy erre rá kellett írni azt, hogy kadosh lehasem. Szent az örökkévalónak. Most úgy értjük, hogy Rabbi Yochanan azon a véleményen volt, hogy ez a cic, ez a fejdísz, ez egy kötött anyagból volt, esetleg aranyszálakból, kötött anyagból, és ez egy nagyon kis darabka valami volt, ezért mondja azt Rabbi Yochanan, hogy látjuk, hogy ez már egy eszköz annak ellenére, hogy kicsi, akkor így bármi, ami kötött anyagból van, bármilyen kicsi legyen, az már eszköznek számít. Amellé a bájjel, vagy cica, amikor azt mondta a bájjel, hát a cica az nem kötött anyagból van, vagy a tánya a cicke, mint társasz, ahogy tanultuk egy brájtában, a cic az egy aranylapocska, mert röjjháv stéjec bajsz, mukaf me őzen le őzen, és a vastagsága az 2 újnyi vastagság, egy ilyen vastagságú kis aranylapocska, de kaszuva lab, stésitin, és 2 sorban van beleírva az, 2 sorban egymás alá, az örökkévaló 4 betűs neve, a tetragamaton, a jutké, vafké, de kajdes, és az, hogy szent. Most mit látunk ebből? Azt, hogy úgy volt beleírva, hogy bele volt vésve. Akkor ez nem lehetett kötött anyag. Most erre mindjárt vissza fogunk térni, akkor most kötött volt, vagy nem kötött volt, de először is van egy érdekesség, amit még itt megemlít a Brájta, hogy hogy volt fölírva az, hogy kadosh lehasem. Itt 3 vélemény van. Ugye az volt a probléma, hogy nem akarták, hogy az örökkévaló szent 4 betűs neve az valami után következzen. Viszont magyarul jó lenne, mert nem, magyarul sem.
Ugye, ha azt mondjuk, hogy szent az örökkévalónak, akkor a szent szó az előbb van, mint az örökkévalónak. Most, hogyha ez két sorban van fölírva a cicre, akkor a szent szó az följebb lesz, mint hogy örökkévaló. És ezt el akarták kerülni, és erre azt mondta, amarabbi lazabrebbi észre, nire iszi? Ah, és hogyan írták akkor ezt föl? Úgy, hogy az örökkévaló neve volt fönn, és a szent az örökkévalónak volt lenn, megcserélték a sorrendet. Amarabbi lazabrebbi észre, és erre azt mondta, lazabrebbi észre, én voltam Rómában, és ott láttam ezt a fejdíszt, és ott nem két sorban volt írva, hanem egy sorban volt írva, hogy kajdaslásem. Nem igaz, hogy két sorban volt, és megfordították a sorban, hanem egy sorban volt írva. Különben mit keresett Rómában ez a fejdísz? Ugye a rómaiak, amikor elpusztították a szentélyt, ahogy a diadalívükön Rómában lehet látni, hozták magukkal a szentélynek a kincseit, és köztük volt ez a cic, ez a különleges ruhadarab, ami a főpapnak a ruhadarabja, és Rabbi Lezer egyszer jót tett a római császárral, ahogy ezt majd később fogjuk tanulni. És amikor viszonozni akarta a római császár Rabbi Eliezernek a jóságát, akkor azt a gyere, megmutatom a római kincstárunkban a szentélyeteknek a tárgyait, és ott látta a cicct, és az a cicc az olyan volt, hogy egy sorban volt vele a benne a egy sorba volt írva az, hogy szent az örökkévalónak, és nem két sorba, és ezért nem kellett megváltoztatni a sorrendet. Oké, de bárhogy is legyen, mit látunk ebből? Hogy a cicc, ez a fejdísz, ez nem egy fonott anyagból volt, hanem aranyból volt. Akkor hogy kell értelni? Az előbb mondtunk, hogy a cicből következtetjük, hogy bármilyen méretű a fonott anyag, az tisztátalanná tud válni az eszköz. Ki szalikráv dimilene hárda a salkolai dvarim sem, Márti tahoz, hogy bejön adni, káhalom, rumisum, remény, éhemi, nány, táksit, kalsósult, amely, mit cicsum, nány, arra, kalsósult, amely, oly beged. Azt mondta erre ráv Dimi, amikor hárdába jött, az igazság az, hogy elnézést kérek, rosszul mondta. Rabbi Yochanan nem így fogalmazott. Rabbi Yochanan két törvényt is tanított nekünk. Azt mondta, honnan tudjuk, hogy az ékszerek bármilyen anyagból legyenek, azok bármilyen méretűek, eszköznek számítanak és tisztátalanná tudnak lenni. Ezt a cicből tudjuk, mert a cic egy kis ékszer volt, egy kis homlokdísz, és mégis ékszernek számított. És honnan tudjuk, hogy a kötött anyag bármilyen méretű legyen tisztátalanná válik? Onnan, hogy amikor a serec a csúszómászók tisztátalanságáról van szó, és arról beszél a Tóra Mózes 3. könyvének 11-es fejezetében, hogy milyen ruhák válnak tisztátalanná a csúszómászó érintésétől, akkor felsorol egy csomó ruhát, és majd hozzátesz, vagy csomó eszközt, bocsánat, majd hozzáteszi, oly beged, ha, és bármilyen más ruha. Mire vonatkozik ez a gyarap, mit gyarapít, mit tesz hozzá a felsoroláshoz? A kötött ruhát, ami bármilyen legyen, csak egyszerűen önmagában az, hogy fonott, attól az már tisztátalanná válik. Tanárában, Nari Kolsó Tame, vagy Tachsit Kolsó Tame, ezt tanultuk egy Brájtában is, hogy bármilyen méretű fonott anyag és bármilyen méretű ékszer az eszköznek számít, és tisztátalan. Ari, vagy Tachsit Kolsó Tame, Moiszer Szákkal Begecsó Tame, Misum Ari. És még egy törvény, hogyha a zsákból rávarunk valamit a ruhánkra, akkor az is egy önálló entitásnak számít, és az is tisztátalanná tud válni, ezt majd holnap jobban fogjuk tisztázni, hogy mit jelent. Amár rave, arik kalsú tamme, hogy bege társult kalsú, ami cic, arik társult kalsú tamme, kölkli mászé, és a rave is azt mondta, hogy a cicből tanuljuk, hogy az ékszer bármilyen méretű, az tisztátalan, és az pedig, hogy bármilyen fonott anyag, az tisztátalan, azt nem abból a mondatból tanuljuk, amit az előbb mondtuk, hogy vagy még bármilyen ruha, hanem Mózes 4. könyvében, amihol a moabitákkal való háború után elmondja, hogy hogyan kell megtisztítani azokat a zsákmányul ejtett dolgokat, akkor azt mondja, kol kri mászé, bármilyen használati cikk, és ez a bármilyen használati cikk, ez a fonott vagy szőt anyagokra vonatkozik, ami legyen bármilyen méretű, az tisztátalanná tud válni, és eszköznek számít.
Köszönöm szépen mindenkinek a mai együtt töltött időt, és találkozunk holnap este, valamikor 9 és 10 között. Addig is mindenkinek egy Good Shabbest, egy jó szombatot, és egy jó második Pészachot, sok-sok macesz.